Gyömbér Pál szegény családban született a Csongrád és Szeged közötti Csanypusztán Gyömbér Ágnes törvénytelen gyermekeként 1859. november 8-án keresztelték. Szülei nem voltak házasok, a gyerek ragadvány névként a Katók Hospitál nevet viselte. Életének korai szakaszáról nem maradtak fenn adatok, a bíróság szerint tanult szakmája nem volt, iskolát nem látogatott, ezért olvasni sem tudott. Saját bevallása szerint szeretet nélküli közegben nőtt fel, gyakran költözött anyjával, tanyáról tanyára, 4 éven át Kunszentmártonon élt. Gyermekkori cimboráitól tudható, hogy Gyömbérnek ellenére volt a fizikai munka. A fiatalember kifejezetten hosszú ideig 5 éven át udvarolt egy mincenti leánynak, Pap Erzsébetnek. A leány örömmel fogadta a fiatalember közeledését, Gyömbér pedig szerette volna elkápráztatni a lányt. A munkából való megélhetés azonban igen nehezen ment, így Gyömbér kisebb bűncselekmények elkövetésébe kezdett, de lebukott és előbb 2,5 évre, majd 3 hónapra börtönbe került. A börtönben a Rózsa Sándor bandájába tartozó később kivégzett Besenyei Páltól oktatást kapott. A Besenyeitől kapott tanácsok lényege az volt, hogy a rablások a helyszín felderítése nélkül is véghez vihetők, de semmiképpen sem szabad tanukat hagyni és gyilkossághoz nem szabad tettes társat igénybe venni. E tudással a zsebében Gyömbér már komolyabb bűncselekmények elkövetésére is vállalkozott. február 19-én Gyömbér szállást keresvén bekopogtatott a Csongrádi öregszőlőben élő idős förgetek házas párhoz. Az öregek megvendégelték, majd megágyaztak neki. Hajnalban Gyömbér felkelt és rátámadt az idősekre. Az öreg förgeteget egy bottal leütötte, feleségét pedig egy székkel eszméletlenre verte. Az idős ember nem élte túl a támadást, a vakasszony azonban igen. Február 29-én Gyömbér az idős Szentesi Balázs Borbálától kért szállást éjjelre. Már korábban megtudta az asszonytól, hogy van 300 megtakarított forintja, amiből kocsmát akar nyitni. A fiatal ember az idős asszony tálmában egy rozoga baltával agyonütötte, majd kifosztotta a lakását. Ráakadt az asszony 280 forintot érő takarékkönyvére is, de analfabéta lévén nem tudta az abban foglaltakat értelmezni, így eldobta. A lakásból ékszereket vett magához, amelyeket egy nappal később jegyajándékként menyasszonyának adott. A rendőrség egy Pető István nevű környékbeli gyanúsított Balázs Borbála megölésével Petőt 1 hónapra börtönbe is zárták. 1888. november 10-ről 11-ére virradó éjjelen Kiskunhalasról hazafelé gyalogolván rátámadt a Kisteleken italmérést üzemeltető Tisócki házas párra. Azt sejtette, hogy náluk jelentősebb összeget, 500 forintot is találhat. A kocsmárosokat részegen találta otthon, ő maga is elfogyasztott egy nagyobb mennyiségű bort, majd szállást kért a fogadóstól. Az alvó helyet előkészítő Tisóckit ezután baltával fejbeverte, majd az asszonytól az éléskamrába beszorítva pénzt követelt. Az asszony nem volt hajlandó a pénz átadására, ezért őt is fejbeütötte a baltával. A tett színhelyét ezután megtévesztő módon átrendezte, tányérokat és edényeket vett elő, hogy a nyomozók több tettesre gyanakodjanak, majd kifosztotta a kocsmát. A rablásból származó ruhaneműket jegyesének és anyósának ajándékozta. 1888. november 27-én délután Gyömbér Pál elindult, hogy házasságot kössön Pap Erzsébettel. Útközben megtámadta a magyar-tési határban lévő tanyáján egyedül tartózkodó Vince Rókusnét. Az asszony baltával fejbeütötte, azonban a balta feje lerepült a nyeléről és használhatatlanná vált. Gyömbér egy falról leszakadt mángorló fával fejezte be a gyilkosságot. Az asszony holttestét az ágyba tette és betakarta a lakásból 25 forintot, egy csizmát és egy rendünneplő öltözetet rabolt el. A halott asszonyra a mezei munkából hazaérkező családtagok találtak rá. A csendőrök a gyilkosság elkövetésével Vince Rókust és egy környékbeli tanyasi lakost gyanúsította, akikből erőszakos fellépésükkel ki is csikarták a beismerő vallomást. Gyömbérnek igencsak igyekeznie kellett a gyilkosság után, mert Pap Erzsébettel másnap november 28-án volt az esküvője Szegváron. Az esküvőre már megmosakodva meggyilkolt asszony fiájának ruhájában és csizmájában érkezett. A szertartás tiszteletdíját a magyar-tési tanyáról rabolt 25 forintból fizette ki a papnak. Házasság kötése után Gyömbér a Szentesen kocsmát üzemeltető Lévi nénit szemelte ki áldozatának.
1888. december 17-én Lévi kocsmájába betért, majd az őt kiszolgálni érkező tulajdonost egy baltával megütötte. Lévi azonban nem kábult el eléggé, mert megharapta az őt folytogató gyömbér egyik ujját. A harapástól és a kocsmáros férjének megjelenésétől megijedve elmenekült a helyszínről, egy sötét árokban elbújva vészelt át az éjszaka. Az utolsó ismert rablógyilkosság kísérlete 1889. április 17 éjjelén került sor. Egy akácfából egy bunkót készített magának és megtámadta az unokáira vigyázó szegvári Fazekas Istvánnét. Az idős asszonyt leütötte, arcát pedig késsel összevagdolta, miközben pénzt és élelmet követelt tőle. Gyömbér a lakást kifosztotta, majd Szegvár felé menekült. Ezúttal azonban elhagyta az eddigi szerencséje. Az összevert asszonyt megtalálták, az unoka pedig látta, hogy a tettes merre távozott. A fellármázott szomszédság és a család férfi tagja a rabló üldözésére indultak. Az üldözők Szegvár környékén beérték a férfit, aki egy kútba ugorva akart volna öngyilkosságot elkövetni. Azonban elfogták, a földre teperték és átadták a hatóságoknak. Gyömbért a Szegedi Csillag börtönbe szállították. A rablógyilkos perére 1889. augusztusában Szegeden került sor. A királyi ügyészség a férfit 5 rendbeli rablógyilkossággal, 3 rendbeli gyilkossági kísérlettel, valamint lopással vádolta meg. Perének elején Gyömbér Pál magabiztosan nyilatkozott. Úgy vélte, hogy a gyilkosság sorozatot enyhe büntetéssel megúszhatja, legfeljebb 1-2 évet kell majd börtönbe töltenie. A bírósággal kezdetben magabiztosan és hidegvérrel beszélgetett. A hallgatóság és a bíróság döbbenetére az egyes eseteknél röviden és érthetően el is magyarázta, hogy miként és miért követte el a gyilkosságokat. Külön kihangsúlyozta, hogy tetteiben mennyire következetesen és fegyelmezetten járt el. Néhány gyilkosság tárgyalásánál leszögezte, hogy eleve emberölési szándékkal érkezett a helyszínre. Érzelmeket csak akkor mutatott, ha felesége került szóba. Pap Erzsébet előtt ugyanis titkolt a bűnözői életvitelét, a rablásokból származó gálás ajándékait pedig a jól végzett munkája fizetségeként magyarázta. A per során mindössze akkor mutatott valamiféle bűnbánatot, amikor a vizsgáló bíró megmondta neki, hogy a felesége elutasítja cselekedeteit és haragszik rá. A tárgyalás során Gyömbér szinte büszkélkedett több olyan bűncselekménynek az elkövetésével, amelyek a korszak törvényei szerint egyenként is halálbüntetést érdemeltek volna. Így védőinek nem maradt más lehetősége, mint hogy a vádlott elmeháborodottságára hivatkozva annak életfogytig tartó elmegyógyintézeti elhelyezését kéri a bíróságtól. Ezen szándék azonban pont a vádlott fellépése és jól felépített mondani valója miatt sikertelen volt. Gyömbér Pált 1889. augusztus 13-án Szegedi Bíróság minden vádpontban bűnösnek találta és kötél általi halálra ítélte. Fellebbezése után az ítéletet nem enyhítették. Kivégzésére 1890. április 2-án került sor. Gyömbért a Szegedi Dorozsmai úti rabtemetőben temették el. Kivégzése után a bíróság a kor szokásainak megfelelően a bűncselekmények elkövetéséhez használt eszközeit elárverezte. Az elkövetett tettek hidegvérűségéből és a felesége irányába mutatott romantikus szerelemből következő ellentmondás felcsigázta a korszak emberének érdeklődését. A környékbeli városokban az utcán árulták a képét, a tetteit taglaló verses ponyvafüzetek jelentették meg, amelyet az utca népe gyorsan szétkapkodott. A Szegedi Naplóban Gárdonyi Géza közölte Gyömbér tetteiről szóló verseit. A vidék paraszti népe dalokba, balladákba szőtte bele alakját. Ez volt Gyömbér Pál, az alföldi rablógyilkos története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran fejtsétek ki a véleményeteket. Amennyiben van kedved, csatlakozz a csatorna tagsághoz, valamint élhetsz a szuper köszönt lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgatatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!